Az elványozás a Virágnegyed 45 E-lépcsőháznál már megtörtént, kezdődnek az Európai Uniós támogatással megvalósuló több házszigetelési munkálatok. Vészhelyzet esetén 625 személy befogadására elegendő óvóhely van Gyergyószent Miklóson. Csak a mérkőzés végén tudott betalálni a Ferencváros kapujába a Gyergyói Hoki Klub, így a párharc 1-1-ről folytatódik vasárnap Gyergyószent Miklóson. Hírek a Fénytelevízióban a héten utoljára. Köszöntöm nézőinket! Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedi 45 E-lépcsőháznál indul a tömbházszigetelési program. A tömbházak felújítására vonatkozó kivitelezési szerződést 2021. december 23-án írta alá Gyergyószent Miklós polgármestere és a nyertes cég, melynek során Európai Uniós támogatással 18 tömbház rehabilitációja történik meg. A Gyergyószent Miklósi önkormányzat 18 tömbház felújítására nyert pályázatot közbeszerzési eljárások keretében választódott ki a kivitelező. A munkálatokat a Gyergyótekerőpataki Fortet House cég végzi el. Már el is kezdődtek a munkálatokat megelőző állványozások. A lakosszövetségek tájékoztatva voltak, volt közös egyeztetésünk, gyűlésünk, és gyakorlatilag miután bekérettük, hogy ki milyen összegyűjtött önrészsel rendelkezik, akkor is tájosodott, ugye egyeztetve a kivitelezővel is, hogy hol indulnak meg az első tömbházaknál a kivitelezési munkálatok. Na most itt, amint látható, elindult, tehát a Virágnegyedi tömbházak közül egy ilyen kisebbel kezdjük el, tehát a 45E tömbházzal, ami azt jelenti, hogy egy hónapos, másfél hónapos kivitelezési munkálat alatt be is fogják fejezni. Na most a lakosszövetség, amelyhez tartozik a tömbház, ugye közös egyetértésben döntöttük el, hogy akkor a többi tömbház mellett ezzel indítunk, és majd amiután befejeződik, akkor átkerül a kivitelezési folyamat a 43-as számú Virágnegyedi tömbházra, amiben az is sokkal nagyobb és sokkal több lépcsőház is van, úgyhogy azért nagyobb volumenű munka lesz. Na most hasonló módon ugye a Virágnegyedi tömbházak mellett ott vannak a Bucsinegyedi tömbházak is. A Bucsi negyedi részen is megvoltak az egyeztetések, megvolt a lakossági fórum, tehát azok, akik most az első körbe bekerültek, azt mindenki tudja, hogy akkor a Bucsi negyedi 18-as tömbháznál is elindul a munka, és hasonló módon a harmadik fázisban pedig, ami ugye a főtéri környezetben levő tömbházak vannak, ott pedig a Miron Krisztián levő 9-11-es ugye egymás melletti tömbházban indul el a kivitelezési munka. Tehát ugye itt már fölmerült a lakosságtól a kérdés, hogy igen, itt elkezdték és máshol nem kezdték el, nem. Most már mindenütt el fogják kezdeni a kivitelezést, tehát mindenütt megtörténnek az állványozások. Jövő héten ugyanígy el fog kezdődni a Bucsi negyedbe is, tehát a 18-as tömbháznál is az állványozási folyamat, és hasonló módon a Miron Kriszti a 911-es tömbháznál is. Tehát jövő héten, ahogy érkeznek az állványok, úgy felállítják és elindul a kivitelezési munka. A tömbház rehabilitáció során a szigetelési munkálatok mellett az ablakok cseréjére is sor kerül, valamint a tömbház bejárati ajtajának a cseréje is megtörténik. Szigetelik a tetőt és a pincét is, és a lépcsőház világítása is korszerűsödik. Szeretném felhívni most főleg az érdekeltek figyelmét, tehát ott, ahol munkálatok zajlanak, hogy azokban a lakrészekben, ahol esetleg az utóbbi 1-2 évben, vagy az utóbbi 5 évben cseréltek műanyag termopán ablakot, és hogyha megvannak esetleg a régi számláik, vagy egyáltalán van valami dokumentum az ablakcseréről, azt vegyék elé azért, mert a legvégén, hogy akkor nem kell ablakcserét végezni, de majd a legvégén, amikor az energetikai tanulmányt újra kell elvégezni, tehát újra kell kiállítani, akkor ugye mindegyiknél nagyon fontos az, hogy igazoltan lehessen tudni, hogy azok a műanyag ablakok, amelyek nem most kerültek be, hanem régebb időkből vannak, hogy azok is ugye elfogadhatóak és megfelelnek azonnak az energetikai követelmény rendszernek, ami alapján működik ez a pályázat. A beruházást 60%-ban az Európai Unió támogatja, a fennmaradó összeget az önkormányzat, illetve az érintett lakók kell biztosítsák.
De a végleges összeg csak akkor tudható, amikor befejezték a munkálatokat, hiszen ugye azt is kell látni, hogy hol kell majd ablakot cserélni, hol kell esetleg a teraszokat vagy a balkonokat ugye újra beépíteni, vagy esetleg ott is kicserélni a más típusú régi ablakokat. Tehát, hogy gyakorlatilag ezeknek a munkálatoknak csak a végén derül ki a végső elszámolásba, hogy akkor lakásonként vagy lakrészenként ki milyen mértékben kell hozzájáruljon ezekhez az összegekhez. De azért nagyban, tehát azért nagy tételben a munkálat folyamat alatt tudjuk már az értékeket, és a lakosszövetségek ezt a részt kell állják, majd a végén minden lakásra teljes elszámolást kap minden tulajdonos, hogy hogyan, ki, milyen összegben kapta meg az állami támogatást, az uniós támogatást, illetve mennyivel kell akkor hozzájáruljon az ő 25%-os részével. A következő lépésben a Virágnegyed 43-as tömbháznál folytatódik majd a munkálat, a Bucsin negyed 18-as tömbházának rehabilitációját követően a 11-es tömbház két lépcsőháza kerül sorra. Ezek a lakótársulások készíthetik a tartalék alapokat az önrész finanszírozására, hangsúlyozta a polgármester. A múlt év decemberében megkötött kivitelezési szerződés szerint Európai Uniós támogatással összesen 18 tömbházat rehabilitálnak Gyergyószent Miklóson, a munkálatok 2023 végéig kell befejeződjenek. Románia szomszédságában dúló háború, illetve a délkelet-ukrajnai atomerőmű körüli fegyveres mozgások következtében egyre több emberben felvetődik a kérdés, mi mennyire vagyunk felkészülve egy esetleges háborús vagy katasztrófa helyzetre. Az önkormányzatnál érdeklődve megtudtuk, a város 6 óvóhellyel rendelkezik, ezekbe összesen 625 személy fér el. A gyergyószentmiklósi óvóhelyeknek, bunkereknek a nyilvántartása a polgármesteri hivatal polgárvédelmi szakfelügyelőjének feladata. A nyilvántartás alapján a Csiki kert és az ott található Szent Benedek tanulmányi ház van megjelölve menekülési pontként Gyergyószentmiklóson, de más óvóhelyek is szerepelnek a polgári védelem nyilvántartásában. Gyergyószentmiklós polgármesteri hivatalnak 6 óvóhelye létezik, ami 625 személyt foglal magában ez a közóvóhelyek. Ezen kívül vannak a tömbházlakások alaksorai, ami megint jobb óvóhelyt tud nyújtani az embereknek. Én arra szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a tömbházak alatti pincéket takarítsák ki, és ha vannak ilyen elkertelések, meg kacatok, azokat pucolják ki, hogy lehessen használni a megfelelő helyzetekben. A közóvóhelyek a Mártonáron, a Kárpátok, a Kossuth Lajos, a Gáboráron utcákban, valamint két helyiség a Szabadság téren találhatóak, ugyanakkor a tömbházak aljában több mint 40 pince is használható óvóhelyként. Minden évben jönnek a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottságtól, és évente ellenőrzik ezek állapotát, hogy megfelelnek-e vészhelyzet esetén. Múlt héten is volt egy ilyen ellenőrzésünk. Annyit kell tudni róluk, hogy ezek nem egy luxus lakosztályok, hanem katasztrófa esetén az emberek meg tudnak húzódni, és túlélést tudnak biztosítani nekik. Az óvóhelyek egy része kijelölésük óta használaton kívül van. Tatarozásra szinte mindegyik esetében szükség lenne, de amint az ellenőrzés során is kiderült, vészhelyzetkor használhatóak. Kibédi Szilárd hozzátette, a magánlakások pincéje is szükség esetén szolgálhat menedékként. Ugyanakkor a polgárvédelmi szakfelügyelő elmondta, jó felkészülni egy esetleges ilyen jellegű vészhelyzetre, és itt nem a pánikszerű vásárlásra gondolt, hanem egy túlélő csomag előkészítésére. A túlélési készletre nagyon oda kell figyelni, nem személyes holmikot sokat nem szabad magukkal vinni ilyen esetekben. A legfontosabb 3 napra lévő ivóvíz, 2 liter per személy a javasolt, élelmiszer, tartós élelmiszercsomag, az iratok, a személyi iratok, és a beteg az ember, az egyén, akkor a szükségletes gyógyszerek, amik kellenek erre az időszakra. És meleg ruházat természetesen, meg rádiót vigyenek magukkal, telefon, mobiltelefont, a lehetséges napelemes töltővel, hogy tudják tartani a kapcsolatot, és a rádión keresztül a hatóságok persze értesítik minden nap a
helyzetről. A háborús vagy katasztrófa helyzeteket a városban működő Sirina rendszeren keresztül tudják egységesen a lakosság tudomására hozni. Többféle jelzi is van. 2015 és 16-ban az önkormányzat központosított a 11 szirénának a működését, mert a régi rendszer nagyon elavult volt, ezért szükség volt egy új rendszer kialakítására. Egy céget megbíztunk, és 11 szirénát tudtunk központosítani, amit mobiltelefonról, innen helyszínről, Csíkszeredából és Bukarestből is indíthatóak. Négyfajta hangriasztás létezik a légvédelmi szirénákon keresztül. Van a légi előriasztás, ami figyelmezteti a lakosságot a légiriasztás valószínűségéről. Ez három egyenként 32 másodperces hang, impulzus köztük 12 másodperces szünettel. Van a légiriasztás, 15 egyenként 4 másodperces hangjelzés és 4 másodperces szünet köztük. Ez a lakosságot figyelmezteti a célba ütközés következtében a veszélyről. Van a katasztrófa riasztás, az 5 egyenként 16 másodperces hangimpulzus, köztük 10 másodperces szünetekkel. A lakosság figyelmeztetése a katasztrófa véghelyzetből, gondolok itt a földrengés, árvíz és ilyen hasonló helyzetekre. És van a riasztás leállítása, az 2 percig tartó azonos hangjelzés, ami figyelmezteti a lakosságot, hogy vége a vészhelyzetnek. Legegyszerűbben a rendőrök hangos bemondó segítségével tudják tájékoztatni a lakosságot az aktuális vészhelyzetről, ugyanakkor az önkormányzat katasztrófa védelmi osztályának kell legyen kiürítési terve is, amivel az adott szituációban a lakosság biztonságos evakuálását tudják végezni. Az Ager Press tájékoztatása szerint az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a járvány nem ért véget, és a koronavírus fertőzöttek számára létrehozott állapotfelmérő központok a továbbiakban is működni fognak. Alexandru Rafila rámutatott, még mindig magasak a napi esetszámok, és indokolt az állapotfelmérő központok további működtetése, mert fontos a fertőzöttek kivizsgálása és kezelése. Elmondta, hogy a hatóságokat továbbra is foglalkoztatja a járóbeteg szakellátás fejlesztése, az országos helyreállítási tervben 30 ilyen központ felújítása és korszerű felszerelésekkel való ellátása szerepel. A tárcavezető szerint a járvány következményei sokrétűek, csak nem 65 ezer személy halt meg a koronavírus miatt, sok krónikus vagy daganatos beteg nem fért hozzá a kezeléshez. A járvány az oktatásra is rányomta bélyegét, az iskolák hosszú időre bezártak, ami a gyerekek fejlődését súlyosan érintette. Hozzátette, a minisztériumnak nem áll szándékában lemondani a távkonzultáció lehetőségéről. Az Ukrajnából menekülő édesanyák megsegítésére gyűjtés szervezett az RMDS is. Jó állapotban lévő babakocsikat, hordozókat, autós baba üléseket gyűjtöttek, ezeket az adományokat pedig már el is vitték a Máramaros-szigeti határátkelőhöz. A küldöttséget Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, Románia miniszterelnök helyettese vezette. Kéréssel fordult a lakossághoz az RMDS. Március 8-án az Ukrajna területéről menekülni kényszerülő édesanyáknak kértek használt, de jó állapotban lévő babakocsikat, babahordozókat és autós üléseket. Az összegyűjtött adományokat a Máramaros-szigeti határátkelőhöz vitték, hogy ott segítsék a rászorulókat. A küldöttséget Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, Románia miniszterelnök helyettese vezette. Az RMDS szervezeteinek és az RMDS nőszervezetnek országszerte összesen több mint 120 babakocsit, 55 babahordozót és 110 autós ülést sikerült összegyűjteniük. Máramaros-szigeten ünnepeltem március 15-ét az itteni kollégák meghívására, és ezért természetes volt, hogy eljöttünk és elhoztuk azokat a segélyeket, amelyeket ezelőtt egy héttel kértek tőlünk, ezelőtt 8 nappal gyerekeknek, ugyanis nagyon sok kiskorú gyerek érkezik Ukrajnából Romániába, és azt mondták, hogy szükség van babakocsikra, olyan székekre, amivel gyerekeket lehet szállítani. Ebből hoztunk egy rakományt, és itt előkészítettük, hogy az ideérkezőknek rendelkezésére álljon. A miniszterelnök helyettes a határőrség parancsnokával együtt meglátogatta a határátkelőt, hogy mint mondta, tájékozódjon arról, hogy milyen szükségleteknek kell megfelelni.
A cél a háború elől menekülők emberséges fogadása. Ennek érdekében a kormány megtette és megteszi a szükséges szociális és gazdasági intézkedéseket. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a román állampolgároknak nem kell aggódniuk. Nincs veszélyben Románia, a háború nem terjed át ide, és Románia nagyon határozottan azon az állásponton van, hogy nem része a háborúnak, de mindenféle segítséget megad Ukrajnának. Az Európai Unió perifériáján vagyunk, az Észak-Atlanti Szövetség perifériáján vagyunk, ezért a felelősségünk nagyon nagy, és ennek tudatában kell eljárnunk. Nincs ok a pánikra, de én értem azt, hogy az emberek megijednek, a háborús propagandát pedig, ha lehet, akkor el kell engedni a fülünk mellett. Bízom benne, hogy bár nem tudjuk, hogy meddig tart ez a háború, bízom benne, hogy nem lesz hosszú, és bízom benne, hogy vége lesz a szenvedésnek Ukrajnában. Kelemen Hunor köszönetet mondott az adományozóknak. Hozzátette, a szomszédban zajló háború elől továbbra is százezrek fognak menedéket kiutat keresni Romániában. A szövetség folytatja az anyáknak segítséget jelentő fontos eszközök beszerzését, a pénzgyűjtést és más adományok gyűjtését is. Mintegy 120 hektáron égett az aljnövényzet csütörtök délután galócás mellett. A tűzoltók 4 órán keresztül küzdöttek a lángokkal, tudtuk meg a Hargita megyei tűzoltóság szóvivőjének közléséből. Elina Csobotáriú tájékoztatása szerint az oltásban mintegy 30 hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt, akiknek sikerült megakadályozniuk a lángok átterjedését a közeli gazdaságokra és erdőkre. Az oltást megnehezítette az erős szél és a nehéz terep. Évelejétől eddig összesen 19 alkalommal riasztották tarló tűzhöz a tűzoltókat Hargita megyében. Alina Csobotáriú emlékeztette a gazdákat arra, hogy tilos a száraz aljnövényzet égetése a termőterületeken. Népszámlálást szerveznek idén Romániában. Ez 3 szakaszban történik. Az első február 1-e és március 13-a között az adatgyűjtésből, az űrlapok kiállításából állt. A második szakasz március 14-től kezdődött el, az önszámlálás május 15-én ér véget. A népszámlálás harmadik szakasza május 16-ától kezdődik, és július 17-én ér véget. Lehetőségünk van az önszámlálásra mind otthon, mind az egyes településeken, a polgármesteri hivatalok által speciálisan kialakított központokban. Marosvásárhelyen 14 speciális központban fogják a népszámlálást végezni. Az önszámlálás május 15-én ér véget. A népszámlálás harmadik szakasza május 16-ától kezdődik, és július 17-én ér véget. Ettől az időponttól kezdődően a népszámlálók otthonukban keresik fel a Maros megyei lakosokat. Maros megyei szinten 875 népszámláló biztos áll rendelkezésre. Közülük hétfőtől 211 népszámláló kezdi meg a tevékenységét. Ők az önszámlálásban segítenek a lakosságnak. El kell mondanom, hogy minden egyes közigazgatási egységben létrehoztak egy helyiséget az önkitöltésre a népszámlálási biztosok segítségével. A főispán hozzátette, hogy ez a tevékenység olyan Maros megyei lakosok segítségét célozza, akik nem rendelkeznek megfelelő információval, tudással, hogy otthonukból tudják végrehajtani az önszámlálást. Joan Matei, a Maros megyei statisztikai igazgatóság vezetője kijelentette, az önszámláláshoz szükséges regisztráció egyszerű, és mindössze 5 percet vesz igénybe. A népszámlálási űrlapot a felnőtt korú fiatalok is kitölthetik a szülők vagy nagyszülők számára. A rendelkezések értelmében minden munkavállaló, aki a népszámlálási íveket online tölti ki, szabad napot kap. Az emberekre, gazdaságokra, ingatlanokra vonatkozó viszonyítási alap 2021. december 1-je jelentette ki a Maros megyei statisztikai igazgatóság vezetője. Azokat a személyeket, akik 2021. december 1-e után hunytak el, fel kell tüntetni a népszámlálási űrlapokon, mert a viszonyítási alapul szolgáló időpontban december 1-én még éltek. A gyerekeket, akik 2021. december 1-e után születtek, nem kell feltüntetni a népszámlálási űrlapokon, mert december 1-én még nem születtek meg. Az épületek és lakóházak esetében ugyanez a szabály érvényes. Tehát azokat kell feltüntetni, amelyek léteztek 2021. december 1-én. Maros megyében a statisztikai igazgatóság által közölt adatok szerint 523 ezer lakost kell megszámolni. A népszámlálás országos viszonylatban 2022. július 17-én ér véget.
A szerdai győzelem után csütörtökön este nehezen talált magára a Gyergyói Hoki Klub az Erste Liga jégkorong bajnokság elődöntőjében. A második budapesti mérkőzésen vereséget szenvedtek a Ferencvárostól, így az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc 1-1-ről folytatódik vasárnap Gyergyószent Miklóson. Szerdán hosszabbítás után győzött a Gyergyói Hoki Klub a Ferencváros ellen, de a két csapat újabb összecsapásán a pirosfehérek nehezen találtak magukra. A házigazda magyarországi együttes annak ellenére jobban játszott, hogy a csapat kapitányuk Nagy Gergő eltiltást kapott, miután egy nappal korábban sérülést okozott Szabó Pál Krisztiánnak. Az első találat a 11. percben született, és ezzel a gyergyói csapat 113 perc és 26 másodperc után kapott gólt a playoffban. A 27. percben aztán elszabadultak az indulatok, Császár Hunor térdel sérülést okozott a Ferencváros játékosának, és 3-3 hokista esett egymásnak, így megteltek a büntetőpadok, de emberelőnyhöz jutottak a házigazdák. Ezt nem tudták kihasználni, a két kapus kiválóan védett, főként Rinnének akadt sok dolga. A 37. percben aztán az újabb gól is megszületett, így már 2-0-ra vezetett a Ferencváros. A harmadik harmadban elcserélték magukat a gyergyóiak, és az így kapott emberelőnyt kihasználta az ellenfél. A mérkőzés végén időt kért Szilasi Zoltán vezetőedző, és mintha egy másik csapat játszott volna az utolsó percekben. A kapust is lehozták, így az 59. percben Sárpátki, majd Vince Péter is gólt lőtt. Ezzel izgalmasra alakult a találkozó vége, ugyanaz üres kapuba még betalált a Fradi, 4-2 lett az eredmény. A mérkőzést követően Szilasi Zoltán elmondta, hogy a gyergyói csapat teljesítménye nagyon gyenge volt az első harmadban. A második játék részben megvoltak a lehetőségek az egyenlítéshez, de nem sikerült. A pályaelőnyt sikerült elvennünk, és ez akkor lesz nagyon értékes, ha otthon is eredményesek leszünk. Biztos, hogy jobban fogunk kezdeni a saját pályánkon, teltház előtt. Kicsit azért fáj a szívem, hogy rosszul kezdtünk, mert itt is hazai pályánk volt. Olyan hangulatot teremtettek a székely szurkolók, mintha otthon lennénk. Nagyon nagy dolog ezt Budapesten elérni. Ezért azt kellene, hogy 60 percen keresztül jól menjünk egy ilyen rájátszás meccsen, nyilatkozta Szilasi Zoltán, a Gyergyói Hoki Klub vezetőedzője. A budapesti kezdés után hazai pályán Gyergyószent Miklóson folytatja az Erste Liga elődöntőt a Gyergyói Hoki Klub. A vasárnap és hétfőn sorra kerülő hazai meccsekre már kaphatóak a belépők, egy jegyára egységesen 25 lej. A belépők pénteken és szombaton, valamint hétfőn 9 és 16 óra között a GHK Stadion utcai székházában vásárolhatók meg. Vasárnap pedig a mérkőzés kezdete előtt 1 órával nyitó jegypénztárnál lesz jegyárusítás a jégpályán. Az alapszakasz bérletek tulajdonosainak joguk van a helyük megtartására. Az aranyfokozatú támogatói bérletek továbbra is érvényesek, ezek lesznek az első mérkőzések több mint 2 év után, ahol nem lesz semmiféle járványügyi korlátozás. Ez volt már a Fénypont, a híradót követően kezdődik a Fókuszban az Önkormányzat című műsorunk. Horváth Gábor vendége, Csergő Tibor András polgármester. Több témát is érintenek, ilyenek a 2022 Gyergyószentmiklósi beruházások, vagy akár a népszámlálás. Hétvégén hírösszefoglalóval jelentkezünk, hétfőn pedig friss hírekkel. Vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!